Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Én Bodó Imre vagyok, nyugdíjas egyetemi tanár, aki a lóval már gyerekkorom óta, én őrkénytáborban voltam gyerek, úgyhogy attól kezdve ezzel a szakmával összeköttetést és frigyet hoztam össze. Úgyhogy ezen a jogcímen megköszönöm azt, hogy felkértek arra, hogy erről a témáról a maga bizonytalanságai közepette is beszéljek. Kezdem azzal, hogy tulajdonképpen könyvekben, néhányat itt felsoroltam, lehet tapasztalni, és a szívörökléssel, színnek a nomenklatúrájával, szabályaival kapcsolatosan, hát különféle ismereteket ki tud találni és szerezni. Ezek közül a Kovácsi Monostori könyve tulajdonképpen a legrégebbi, ami a Bibliája féle ennek az egész témakörnek, és nagyon sok érdekesség van benne abban a tekintetben, hogy a németből hogy vettük át valaha, vagy próbáltuk hát igazítani a szabályokat, és a tigris tarkából párduc tarkát csináltunk meg, van benne néhány ilyen érdekesség. A Sponnenberg, ez egy amerikai szerző, aki a ló színekkel kapcsolatosan egy nagyszerű könyvet írt. Na most, hogyha én azt nézem, hogy tulajdonképpen a könyvek közül, amik itt szerepelnek, nem tisztem ezeket ismertetni, hanem az mindenképpen, hogy melyek azok, amelyek azt a rendszer, amelyet mi ma jónak tartunk, és én nekem módom volt arra, hogy a nemzetközi környezetben is megpróbáljam elmondani, amelyeket a Patai Sándor talált ki tulajdonképpen, és azóta az itt pirossal jelzett könyvek azok mind hát alkalmazzák, és az az érzésem, hogy mindenképpen jobb ez, mint sok nyugati, akár európai, akár amerikai, hát hasonló rendszer a témakörrel kapcsolatban. Ezek közül ezt a Színek és lovak című könyvet, amelyikben ez úgy van leírva már, mint ahogy most a maga bizonytalanságai mellett is ezt jónak tartjuk és elmondjuk, akkor ennek megfelelően viszont az a helyzet, hogy a Sándor bácsi féle hát megoldást a mindenképpen jónak tartjuk, és örömmel üdvözöltem azt, hogy lényegében ezen alapszik az a szabályzat is, amit a Nébik ma alkalmazni akar, és továbbiakban hasznosítani szeretne. Ez a mondás, ami most itt szerepel, hogy az úszás lóhajtás mesterségét, nem mondjuk azt, hogy művészetét, könyvekből megtanulni nem lehet. Úgy a ló színét se lehet holt fekete betűkből úgy megtanulni, hogy felemelt helyjel akárki, akár én is kiállhatna, azt mondva, hogy íme itt vagyok, én a ló színének minden változatát ismerem, és meghatározni tudom. Ezt azért hoztam ide mottónak, mert az egésznek a bizonytalanságát is magában foglalja. Viszont mint az azonosításnak, lóútlevélnek is akár fontos tényező, mindenképpen beszélni kell róla. Emlegettem Patai Sándor. Örömmel látom, hogy sokan vannak itt olyan fiatalok, akik Sándor bácsit nem nagyon ismerhették. Ennek érdekében bemutatom Sándor bácsit, aki ezelőtt körülbelül 3 évvel 102 éves korában halt meg, és mindig mondta, hogy ez a lószín témát ő a budapesti Deák téren kezdte tanulmányozni az ott álló fiákerek és konflisokon. Remélem mindenki tudja, hogy ezek mik voltak, abban az időben taxi még nem létezett. Úgyhogy a Sándor bácsinak sok egyéb érdeme mellett, ez is mindenképpen az érdeme, hogy azt a rendszert, amit ő kitalált, azt tudjuk hasznosítani és használni a hivatalos ló nomenklatúrában is. Na most ennek a legfontosabb része ez a néhány meghatározás, amit ezen a táblázaton mutatok. Tehát fontos az, hogy beszéljünk a főszínről. A főszín az a lószín, amelyik könnyen felismerhető, megkülönböztethető, és az élet során változatlan, a hosszú és rövid szőrök alapján egyértelműen meghatározható. Alapszínek is, ez a sárga, pej és fekete,
ehhez tartoznak, amelyek a többi színnek a genetikai alapját képezik, esetenként időként különféle hát gének változtatásával. Változatnak nevezzük ugyanazt a változatlan és élet során nem megváltozó főszínen belül színváltozatot, amelyik alkalmas arra, hogy a lóútlevélben meghatározó legyen. Ilyen például a zöldlábú pej, vagy a mosott sörényű sárga, és még van néhány ilyen. De vannak árnyalatok is. Az árnyalatok azok a világostól a sötétig tartanak. Világos pej, sötét pej. Ezek megkülönböztethetők egymástól, de ha végig akarunk menni az egész sorozaton, a határokat nem lehet tudni, hogy meddig mondhatom egy sárgáról, hogy az világos sárga, mikor kezdődik a sötét pej, és milyen meghatározói vannak ennek. Vannak könnyebben, vannak nehezebben elkülöníthetők ebben, vitatható, hogy szabad-e ezeket, vagy ezek bármelyikét a ló meghatározó azonosításában használni. Ezen kívül nagyon fontos még színállapotról beszélni. Ugye a kvalitatív tulajdonságok közé tartozván a lószín, elvileg azt mondjuk, hogy ezt a környezet nem befolyásolja. Ha a részletekbe merülve foglalkozunk a témával, akkor kiderül, hogy jaj, de nagyon. Van egy ilyen sötét színű hát, csikó, aki megszületik, és nem tudom, hogy mit mondjak rá, barna, hát az nem olyan szín nincs, akkor azt nem mondom, de sötét-barna színű, és ha meglátom 20 éves korában, teljesen fehér lesz. Tehát a kor már, mint környezeti tényező szerepet kap. Aztán még sok minden más van, ezekről majd egy pár dolgot esetleg menet közben el fogok mondani, ami a szín állapot, tehát főszín, a szín változata ezen belül, idáig hasznosítható az azonosításban, és akkor a szaknyelvet mindenképpen gazdagító és el nem felejthető téma az árnyalat és állapot. Azonban ezeket nem szabad használni semmiképpen sem, mert félrevezetők lehetnek. Akkor ennek egy kicsit részletezése. Pej. Azt én nem mondom, hogy mi a pejszínnek a ismérve, mert ilyen részletekbe talán nem kell mennem, mert ezt gondolom, hogy mindenki tudja. Na most ezen a képen például lehet látni egy zöldlábú pejt. A zöldlábú azt jelenti, hogy az itt kötelező fekete szín a lábvégeken nincs meg, és ennek megfelelően ez egy olyan változat, ami élet során nem változik, amellett pedig esetleg rá lehetne mondani azt, hogy ez egy világos pejt. Ezen a képen egy különlegességet lehet látni, nevezetesen azt, hogy a rudas, amit itt mutatok, annak a sörénye az pejlétére fekete kellene legyen, de nem az, hanem ilyen tűzött hát, szőrzet van benne, úgyhogy ezt lehetne mondani mosott sörényűnek is, de inkább a fekete, vagy a pej esetében ennek a ezüst sörény a meghatározója, és ez is változat. Ezután most mutatok egy olyan pejlovat, amelyiken az almázottság látható. Szoktunk erre vigyázni, hogy az almás a pite, de almázottság a szakkifejezés. Majd az, hogy az egész témakör, ez az almázottság, ez az irodalomnak a borzasztóságait idézik fel. Tessék gondolni, hogy jött a hölgy valahol volt, majd jött a herceg egy almás szürke lovon, és akkor szügyibe vágta a sarkantyúját, és vad vágtában elügetett onnan. Na, egy picit ez az almás szín is ebbe a kategóriába tartozik. De az almázottság, mint olyan, ugye a szürkében ott nagyon gyakori, de pejben is van, és létezik még horribile dictu sárgában is, azonban tudni kell azt, hogy ez csak az állapotnak a témaköre. Mert egy hosszú szőrű télben sovány ló az nem tud almázott lenni, úgyhogy ennek ilyen környezeti feltételei is vannak, amit ez a hortobágyi mén szépen mutat. Most akkor fölteszem a kérdést, hogy ez, amit lehet látni ennek a farán itt fölül ez a cakkozás, ez vajon micsoda?
ez öröklött tulajdonság, vagy minek lehet nézni? A kaszaj, amit a közönség itt most mutatott, mondja azt, hogy ezt mindenki tudja, hogy ezt kefével, vakaróval szépen meg lehet csinálni, és semmiképpen sem tartozik a ló útlevélben feltüntetendő jelek közé. Most akkor egy sorozat a pelyekről. Ugye a nagyon világos pej, amit itt látunk, ez azt a melléknevet viseli, hogy szattyán pej. De ez természetesen oda tartozik a árnyalatoknak a körébe, amelyekről azt mondtam, hogy nem alkalmas arra, hogy a továbbiakban használható legyen, amellett, hogy szép. Ez a pej, ez egy pejló, az a semmi gond. A következő képen egy picit sötétebb pejt lehet látni, amelyik mutatja azt, hogy alakul a lónak a színe a sötétebb felé, ez egy ilyen középpej, aztán ezt esetleg mondaná valaki gesztenyepejnek, nem, megypejnek inkább, és itt tulajdonképpen a szóhasználat az a gyümölcsök teljes skáláját tudja használni, mert beszélhetünk cseresznyepejről is, manapság kevésbé szokás, monostoriban még megvan, és akkor van mogyorópej, aztán a gesztenyepej, meg a megypej, azok egy általánosan használt fogalmak. Menjünk tovább, nézzük, hogy milyenek a következők. Na erre már esetleg a gesztenyepejt mondaná valaki, ez pedig nem tudom, hogy mit mondjak róla, sötét gesztenyepej. Na most itt az a baj, hogy a fénykép nem tökéletes. Mert ha a fénykép tökéletes lenne, akkor lehetne látni azt, talán sejti mindenki, hogy itt az orrának ez a tájéka, ez bizony nem fekete, hanem barna. Itt a vékonyannál ugyancsak egy ilyen barnásabb régió van, amiből az következik, hogy erre azt mindenképpen itt ezen a képen jobban látszik, mint a kivetítetten. Ez mindenképpen ez egy sötét pejló, és semmiképpen sem fekete, pedig összetévesztés könnyű. Következő téma, fekete szín. A fekete színnek van egy klasszikus, hát árnyalata tulajdonképpen, ezt pedig úgy mondjuk, hogy ez a most lehet látni itt, úgy mondjuk, hogy nyári fekete. Miért nyári fekete? Azért nyári, most mi történt? Kicsit visszamentünk az időbe, de... Egy pillanat, valószínűleg én nyomtam meg egy rossz gombot. Tehát nyáron ez a ló szép fekete. Télen pedig, ahogy ezen a képen lehet látni, van egy ilyen vörös árnyalata a szőrvégeknek, és ezért nyári feketének mondjuk. De ezt csak nyáron, télen hosszabb megfigyeléssel lehet felhasználni. Ebből következik az, hogy nem gondolnám, hogy ezt a tulajdonképpen szín állapotnak mondható, hát színt használni lehetne. Na, ez egy szép, amit itt ezen a képen látunk, ez egy szép holló fekete ló. Ez azt mondhatnám korom fekete. Erre azt mondanám, hogy bársony fekete. Erre meg azt mondanám, most már valami újat kell kitalálni, akkor ez pedig bogár fekete. De ezek egymásba hát átmenő, és ezek a bársony meg egyéb, ezek ismét állapotok, mert télen gyönyörű, nyáron nem mutatkozik. Tehát a sorozat ez volt. Következik a sárga. Kinegyítenem, professzor úr, hogy az aktuális diától, mert akkor a... Azzal jobban tudom én. Jó, csak azért mondom, hogy itt, hogyha itt ezt az aktuális diától csináljuk, most akkor segítséget most már kaptam, így. Eljutottam oda, hogy amit most tudok mutatni, ez mindenképpen egy mosott sörényű sárga, amelyik a változat körébe tartozik, ami annyit jelent, hogy ezt lehet használni lóút levélben, mert az élete végén megmarad. Ezt szoktuk kender sörényűnek mondani, de lényegében ez is ennek a mosott sörénynek egy változata. Akkor innentől kezdve pedig következik a sárga színeknek a bemutatása. Ezen, amennyire annyira látszik, az almázottság mutatható ki ezen a vidáménen, úgyhogy tulajdonképpen az almázottság a sárga színben is megvan, sőt, ugye horribile dictu, még borzasztó kimondani is, hogy a feketében is lehet látni ennek a jeleit, adott esetben a feketében a feketét.
akkor a világos sárgától lehet kiindulni így a színeknek a sorába. Ez, amit most látunk, meg kell mindig azt is néznem, ez már talán egy ilyen sötét sárga elnevezést megérdemelne ez a ló, ez pedig, amit itt látunk, ez esetleg már a májsárga elnevezést követelné. Ez pedig, amit most látunk itt, ez egy én megítélésem szerint világos agyaksárga, azért világos, mert ez pedig sötét agyaksárga, ha már mindenképpen az agyaksárga szint kell használni. Ez pedig talán ránézésre is a bronzsárga elnevezést érdemelné ki, és még egyszer mondom, ezek olyan átmeneti színek, amelyeket pontosan rögzíteni nem lehet. Ezen a lovon már egy sötét sárgát lehet látni. A sötét sárgának a bece neve az, hogy szöksárga, Szent Lászlónak volt ilyen lova, amelyik ez a mosott sörényű is a fekete sárga színe miatt szinte megérdemli ezt az elnevezést. Következik a fakó. A fakónak ismét van a változata, úgy alakulnak, ahogyan a alapszín meghatározza, ugye alapszínről beszéltünk, hogy a sárga, fekete meg a pej, na ez egy pejfakó, amit ezen a képen látunk, ez pedig zsufa fakó becenéven ismert változat, ezen a képen lehet látni a fekete színből kiinduló, és ezért egérfakónak nevezettet, ez pedig, amelyik a sárga színnek a megfakított genetikailag fakított változata, ennek pedig az a neve, hogy Izabella fakó. Itt látjuk azt, hogy még ebben a fakó sorozatban is adódik almázottság. Ez, amit most ezen a képen mutatok, ez az izlandi lónak a fjordnak a fakó változata, ami ezzel a fölálló sörénnyel, annak a fekete hátszíjon átvezetett részével egy nagyon szép változat tulajdonképpen. Itt látjuk a hátszíjat, tulajdonképpen a jegyeknek a sorába tartozik már ez a fekete hátszíj, amelyik egy ilyen régi korra emlékeztető jelenség a lóban. Ez a csikó mutatja a válkeresztnek nevezett jelenséget itt a vállán, másik oldalon is természetesen. Ez fölülről nézve egy keresztet mutat a hátszíjjal összefüggésbe hozva. Ezek nagyon szépek és különleges esetben fordulnak elő. Ezen a képen még a zebra foltosságot is látni a lábakon. Úgyhogy ez mindenképpen, ezek a hortobágyi csevalszki lovak, amit ezen a képen mutatok. Tehát ezek mind hozzá tartoznak a jegyeknek a sorához. Következik a deres. A deres. Mi az, hogy deres? A deres ez azért érdekes, mert más nyelvek, angol vagy németben simmelnek mondják, ami a szürkének is a neve tulajdonképpen. Úgyhogy ehhez képest ez a magyar szó, ez lehet mondani, hogy tökéletesen jobb. Tessék megnézni. Itt van az eredeti deres. Tehát innen származik a deres kifejezés, ami nagyon találó és nagyon jó. A deressel kapcsolatosan én Sándor bácsitól tanultam, de általános megállapítás az, hogy a bélyegzés helye az a deresek esetében sötét színű, amit lehet látni itt a nyakán ennek a lónak. Az érdekessége és a fontossága ott van, hogy ilyen sötétebb szürkékkel lehet adott esetben összekeverni, és az adott szabály szerint a szürke szín viszont fehér szőröket enged a bélyegzésnek a helyén. Én összesen két olyan esetet találtam eddig, ahol itt kétségek merültek volna föl, de nagy általánosabban biztos igaz. Ez pedig a fekete színből kiinduló deres, ugye ahol a szőr elosztva van, a feje kicsit fekete, lábak vége fekete, ez egy nóriló, amit ezen a képen látunk, és gyönyörűen mutatkozik a bélyegzés itt a farán, ugyancsak sötét színben. Ez pedig a fekete színből kiinduló deres színnek a jellemzője. Ez pedig egy sárga deres, egy Santa Gloria nevezetű hidegvérű kanca. Gyönyörűen látszik, hogy a feje az sötét maradt, és a bélyegzésnek a helye, amelyik a Santa Gati gazdaságot mutatta. Következik a szürke. A szürkénél az van, hogy ezek a változatok, hogy ez eredendően tulajdonképpen a sárgából eredt, és méz szürke lenne a neve, vagy pedig a
a fekete színből indult, és acélszürkének kellene mondani, ezek mind elmosódnak a korral, úgyhogy ezeknek a használata bármennyire is plasztikus és mutatós, de nem használható. Itt látunk például egy sötét szürkét, és akkor a világos fele haladva, még ez mindig sötét, és akkor egyszer csak egészen világos lovak kerülnek már elő, addig, amíg a végén ezt már a Sandl-féle régi nomenklatúra fehér színűnek nevezte, és lehetett vitatkozni, hogy ez habfehér, vagy tejfehér, vagy melyik nevet érdemli meg igazán. Ez egy Tamria nevezetű import arab kanca, amit ez a kép mutatott. A szürke színnel kapcsolatban van két különleges csoda. Az egyik az, hogy picike fekete foltok, avagy picike ilyen vöröses foltok mutatkoznak a lónak a testén, amit nevezünk akkor, hogyha fekete, ami ez lett volna a fekete változat, akkor legyes szürkének mondjuk, majd következik a szeplős szürke, amikor ilyen piros változatok vannak rajta. Hogy mennyire használható ez, mint ló megjelölés, bizonyítja ez a kép, ahol a két szín, a szeplő meg a légy együtt van. Tehát ez tökéletesen használhatatlan, sőt, azt sem merem egészen biztosan megmondani, hogy ez árnyalatok közé sorolandó a nomenklatúrában, vagy pedig az állapotoknak a sorában. Mert nem tudom, figyelte valaki, hogy mének vagy más lovak, amelyek istállóban vannak hosszasan, nem mutatják úgy ezt a jelenséget, mint ahogyan a ménesi kanca például gyönyörűen kivirágzik itt szeplőkkel meg legyekkel. És ennek az a következő, hogy a fény hatására létesül ez. Sőt, olyan eset is van, hogy egy állandóan hámban járó ló, dolgozó ló a hám alatti részen nem hozza és nem mutatja ezeket a legyeket. Akkor az izzadsággal van esetleg összefüggésben? Vagy ott is a fény takarja el? Erről folyik a szakmai vita. Minden esetre nyugodtan kimondható, hogy azonosításra ezt használni nem lehet. Bélyegzésnek egy igazoló eset arra, hogy a szürkénél a bélyegzésből fehér szőrök nőnek ki, de mondjuk ennek a részletezését nem mondom. Van egy csúnya része a szürke színnek, ez pedig a melanóma. A melanóma az abból ered, hogy tulajdonképpen ezek a pigment szemcsék, amelyek a ló színét eredményezik, ezek azáltal, hogy elveszti a színt és szürkül a ló, ezek valahol általában ilyen testnyílások környékén összegződnek, és csúnya ilyen daganatos jelenséget, melanómát mutatnak és okoznak. Érdekessége az, hogy ezek nem rossz indulatúak. A humán melanómával szemben nem. Én úgy érzem, hogy a tudomány még adós azzal, hogy ezzel a témával gyógyászati szempontból nem foglalkozott eléggé. Itt a szem alatt látszik egy ilyen. Én a legcsúnyábbat ebből a Monterotondói ménesben láttam, ahol olaszoknál a lipicai lovak vannak, ahol idős méneken, a 20 év körüli állatokon nagyon-nagyon csúnya nagy melanomákat lehetett látni, annélkül, hogy áttételek révén ez halálos lett volna, mint ahogy az emberi melanoma esetében ez van. Következő szín a tarka. Itt látunk egy tarkalovat, amelyik egyszerűen látszik jól, világos rajta, hogy ez így, mint ahogy van, ezzel a formájával lóútlevélbe kerülhet, mint pejtarka. Ez pedig, mint fekete tarka. Ez pedig, mint sárga tarka. Ez pedig, mint, nem tudom, hogy mit mondjak, mert ez a csikó, ez fakó tarka színűnek látszik, de ha valaki látott már ilyet, akkor alapos a gyanú, a fejét nézve, hogy ez fekete tarkával fog majd válni, de szép jel arra, hogy nem szabad a szopós csikós színéről még nagyon életre szóló változatot mondani. Másik szín viszont más génhely által létrejött, a párduc tarka. Itt ismét látunk egy tejpárduc tarkát ezen a képen, aminek a különlegessége még az, hogy itt egy darabig egy teljes szín, és nem a fehér foltozottság van. Az ilyent az egykori takarónak a nevére sabrak párducnak szokták nevezni. A következő eset a fekete tarka, ami ismét egy azonosításra alkalmas, akár ez a csikó is, mint fekete párduc színe. Ezen a képen egy sárga párducot látunk,
ezen ugyancsak egy sárga párduc látható. Akarom mondani, ha rendesen nézem, akkor ez inkább fakó. És hogyha én ezt fakó párducnak nevezném el, akkor ennek az angol nyelvű aláírása, amelyik annak a Schoenembernek a könyvéből loptam ki ezt a képet, és itt benne van az, hogy Patent Leopard Claybank Dan. A Dan utal a fakó színre. Néhány ilyen kis problémát szeretnék most még itt fölvetni. Ezen a képen lehet látni a Pibergi hát, múzeumban azt a képet, amelyet még a kezdeti időben a lipicai lovakról festettek, amelyekről tudjuk, hogy újságírói néven fehérek, de amúgy szürke szín, szinte általános, alig van pej meg, nagy ritkán még sárga is akad, pej meg fekete valamivel több, de ez, abban az időben tarka meg még minden létezett a lipicai fajtában. Ez lenne itt egy olyan zöldlábú pej, csikó, amit itt látunk, amelyiknek a farka annyira tűzött, hogy a pejségét is esetleg valaki megkérdőjelezheti. Ez a kép, ez azt a cél szolgálja, hogy valamilyen témára komolyan felhívjam a figyelmet. Erről a lószínről itt most könyveket lehet kapni, amelyeket a Agroinform kiadó hozott és szerepelt a bemutatottak között is. Ajánlom mindenkinek, hogy vegye meg, mert a legújabb téma, e témában írott könyvről van szó. Annak a szép fényképeinek nagy részét, amit most itt bemutatok, Novotny Péter készítette, az ilyen ramacs, rosszabb képeket én hoztam össze valahonnan, de a szép képek a Péternek az érdemét hát sugallják. Na most ezen a képen úgy hívják, hogy izzadt sárga. Na de ha valaki megnézi például itt a gyetet, ez milyen színű, én nem tudom, villás, kékes vagy valami, tehát utal arra, hogy messze nem hiteles ez a kicsit olyan feketés lila, vagy nem tudom, hogy tudnám én ezt a színt jellemezni, de nem a valóságos színe a lónak, a ló színével vigyázni kell a fényképek alapján nagyon. Ezen a képen látni egy olyant, amelyikről egy ezüst sörényű ilyen ló, amelyik hát ezüstsörényű sárga néven van nyilván tartva, de valahogy a színnek a tökéletessége nincs meg. Itt most látunk egy szép sárga lovat ezen a képen, nem tudom milyen nevet mondjak rá, ilyen bronzolt aranysárga talán, és jön a következő kép, ez pedig egy májsárga ló. És mi a botrány? Az, hogy ez ugyanaz. Tessék megnézni jegyeit ugye egy pillanatra, és ez ugyanaz. Tehát az következik, hogy így is lehet fényképezni. Mutatom ezt, ez egy nagyon szép ló, ez én szerintem egy gesztenye pejnek úgy elmenne ebben a formában, ahogy itt most látni lehet. Ez pedig, hát nem tudom mit mondjak, sötét pej talán, majdnem fekete, megint ugyanaz a ló, amelyik világosan mutatja azt, hogy a fényképésszel rengeteget mindent lehet csalni. Ezen a képen látunk például egy ilyen a fényképészet csodája képpen elmondhatatlan színű, ez ilyen ezüstös sárga, talán ezt a nevet mondanám rá, és közben mutatom a következő képet, hogy megint ugyanez a ló szerepel egy rendes ilyen sötét sárga színnel. A szakmában, a magyar lótenyésztési szakmában van valaki, nincs itt, de talán kimondhatom a nevét, a dr. Pataki Balázs, aki azt merte állítani, hogy az ő számára a fekete-fehér kép jobban emlékeztet a lónak az eredeti színére, mint sok esetben egy célzatosan, vagy pedig véletlenül elfuserált fénykép. Következő nagy téma a deres színnek egy esete, a deres színnek. Deres színről én esküdtem, és úgy tudtam, hogy deres szín nem viseli el valamilyen genetikai ellenkezés miatt, nem viseli el a deres szín a almázottságot. Egyetlen egy ilyen ló van, mondtam ez, amelyik azért nem nagyon ingatja, mert szépen látszik itt az almázottság, mert ez egy rajz. Egy német, egy ilyen tan rajz valamikor a 900-as évek elejéből, és büszkén mondtam, hogy csak ez az egyetlen egy,
olyan ló, amelyik deres létére almázott volt, de többet nem hallgatóknak, mikor egyetemen oktattam, feladtam kérdésbe, hogy keressenek nekem almázott derest. Nem talált senki. Eljutottunk odáig, míg nem régibe, Novotny Péter küldte nekem a következő képet. Hát ez itt egy vitathatatlan deres. Ugye ez a tájék mindenképpen deres. És íme itt vannak az almák. Farán is, meg itt vannak az almák. Na most mit kezdjünk ezzel? Föl kell adni a szabályt, amit én hirdettem évtizedeken át. Nem merném ennek alapján, mert ilyen amerikai meg egyéb hát új színeknek a bejövetele alkalmával el kellett jutni adott esetben, de hangsúlyozom, hogy ez ritka, tehát nem arról van szó, hogy emiatt nem kell komolyan venni a színeket az azonosításban. Igenis komolyan kell venni, mert ezer közül egy van, amelyik olyan komoly problémát ad, amin el kell gondolkodni, például ez. Úgyhogy én nekem az volt a megállapításom, hogy ez a ló tulajdonképpen azáltal, hogy ez a tája tartalmazza a almákat meg a farában, és itt deres, meg itt deres, ez voltaképpen nem egy almázott deres, hanem itt valami módon a párduc tarkaság és a deres szín van összekombinálva a lovon. Hogy ez hogy kombinálódik össze, ezt nem tudom, de nem nagy baj, mert a magas tudomása jutott még el odáig, hogy minden ilyen részletet tökéletesen kikombinált volna, amiről néhány perc múlva majd az örökletes témakörben beszélni fogok. Tehát akkor most összefoglalva, amit eddig mondtam, azonosításban az alapszín pejfekete-sárga a szerepel, tehát ilyen főszín is van, hogy pejfekete-sárga, amellett, hogy alapja a többinek, mint ahogy lehet látni. Ugye, mert van a feketéhez képest vasderes, egérfakó, fekete tarka, fekete párduc. A pejből pejderes, aztán valódi fukó, pejfakó, pejtarka, pejpárduc, és itt a sárgából ugyanez. Tehát voltaképpen ezek mind alapszínek szerepelnek a pejfekete sárga, és voltaképpen ez a sorozat, amit itt sorra föltüntetek, ez mind ezeknek az ilyen-olyan származéka. Külön téma a szürke, azért külön téma, mert a szürke az lefedi ezeket, ahogy az előbb mondtam, és itt-ott Csikó esetében sokan vélik, hogy meg lehet mondani, hogy milyen gének vannak a háttérben, mert ugye a szürke domináns, ez azt jelenti, hogy eltűri, hogy recesszív gének legyenek mellette, amelyek nem mutatkoznak. A ló csak szürke. A másik témám a fehér, ez pedig egy nehéz eset, mert létezik fehér, Amerikában fehér lószínű fajta is van, azonban ezt a homozigóta formában letálisnak, tehát halálosnak tartják, ilyen gén is van, de aztán más játékkal még ilyen fehér színű lovak előkerülhetnek. Most akkor, ha hozzáveszünk az összes többit is, tehát a változatokat, zöldlábú fej, ezüstfej a fekete mellett, a nyári fekete kisbetűvel írva, úgyhogy nem tartom jónak, hogy ezt odaírtam. Akkor a sárga, mososárga, a fakónak a változatai, pejderes, fakóderes, ez valószínű létezik, de nem vagyok benne biztos, sorba a többi. Tehát eljutottunk odáig, hogy voltaképpen így 22 olyan főszín van, amelyiket szabad a különféle változatoknak a jogos alkalmazásával használni. Ebben természetesen én nem akarok meg, nincs is olyan elgondolásom, hogy ezt én hivatalosan bevezetendőnek tartanám, amit most én elmondtam, de az alapok azok, amiket a Patai Sándorra mondtam, az biztos, hogy jó. Utána következik, hogy a részletekre vonatkozóan, például az, hogy szabad-e az útlevélbe beírni azt, hogy nyári fekete. Szabad vagy nem szabad. Vitatkozunk, vagy nem. Vagy a színskálának az összeérése miatt szabad azt mondani, hogy ez sárga, ez világos sárga. Sárga az mind. És akkor van egy sötét sárga is, vagy egy szög sárga, azt rámelem mondani,
mert én úgy látom, de nem biztos, hogy mindenki úgy látná, tehát ezek vitatható kérdések, hogy hivatalos nomenklatúrában igazán ezek közül melyiket szabad használni, de ami a mai hivatalos, az tökéletesen elveiben egyezik azzal, amit én mondok. Ezen lehet látni ezt a szériát szépen, ugye itt van az alapszín, a fekete, a fej és a sárga, ráadásul a dominancia sorrendben, akkor ennek vannak a fakó változatai, valamilyen gén deresre csinálja őket, akkor van a szürke, ami többféle, de mind szürke, és igazán szürkének szabad őket nevezni, ahogy ezen a rajzon is, vagy ábrán is van, de másnak nem. Majd a tarkák és a párduc tarkáknak a ugyancsak ezeket az alap színeket megtestesítő változatai. A kérés arra vonatkozik, hogy öröklődésről is mondjak valami. De én nem vagyok genetikus, ehhez mérten szeliden fog elhangzani, mert a genetika más napjainkban nem más, mint biokémia, úgyhogy ennek a biokémiai laboratóriumi alapjait azt semmiképpen sem akarom megtámadni, legfeljebb említek majd olyan dolgokat, amelyek már a laboratóriumból érvényesek. Valamikor, klasszikus időben, amikor szinte csak ez a három, illetve a szürkével együtt négy szín létezett, abban az időben létezett egy úgynevezett episztatikus sor, ami azt jelenti, hogy a géneknek az érték és az erősségi sorrendje határozta meg a színeknek a keresztezhetőségét és a lehetőségeit. Ugye a szürke volt a domináns, a pej fölött, pej a fekete fölött, fekete a sárga fölött, tehát a szürke az ebben az esetben, ahogy a példa mutatja, a szürke az magában rejtheti mind a három másik színnek a génjeit is azért, mert ha a szürke gén ott van, akkor a többinek kus. Tehát akkor a ló szürke lesz, és hogy a utódai mit hoznak ki, arra többféle játék eredmények, mint ahogy ebből látható. Hogyha a szürkét valaki szürkével párosítja, abból ennek folytán minden lehet. Mert hogyha ott rejlik mondjuk a feketeség génje az anyában is, meg az apában is, akkor az fekete lesz, hiába volt mondjuk az egyik szülő szürke. Na de mi van akkor, ha mind a kettő szürke? Akkor is ez a helyzet, két szürke mindenféle színt ki tud hozni. És hogyha tovább megyünk a esetben, akkor a pej esetében azt láthatjuk, hogy a pej hasonló érvek alapján, tehát a recesszív és domináns gépeknek a szerepe alapján, a pej az mindenféle színt ki tud hozni, de szürkét nem. A fekete egy kicsit következő, ott már csak a sárga, és végül a sárga. Tehát ez a két törvény, amit régen mondtak, hogy csak az lehet szürke ló, amelyiknek valamelyik szülője szürke volt, a másik pedig, hogy két sárgának a párosításából csak sárga születhet, ez a mai tudós genetika alapján épp úgy érvényes, mint ahogy ezelőtt 100 évvel, ezt már minden lótenyésztő tudta, hogy ez valójában így működik. Tehát ez egy ma is érvényes törvény, csak hogy ma már nem csak ezek a színek vannak, hanem más színek is jöttek. Egy kicsi az alapokról. Kétféle szín testecske van, amelyik tulajdonképpen az egésznek az alapját képezi. A fekete színt meghatározó eumelanin, és a vörös színnek, ilyen sárgazóra vonatkozó, sárgás, vöröses, barnás színnek a meghatározója pedig a feomelanin. Na most akkor ehhez tartozik még ez a W-vel jelzett gén, amelyik teljes pigment hiányt, albinolovat, illetve a homozigóta formában letális eredményt hoz. A szürkegén a korral csökkenő pigment, tehát a korral világosodó, kiszürkölő valami. A következik ez a dilution, ez a hígítás, ami mondjuk a fakónak a eredményeit, meg a hívilág világosabb színeket hozza, és a különféle mintázatok, amik a említésre kerültek már, a tarka, meg a párducarkaló esetében. És azután ezt az egész témát domináns és recesszív és egymásra ható hát gének bonyolítanak. Most ez a táblázat, ez tulajdonképpen arra való, hogy az egésznek a képéből lássunk valamit. Ugye a pej fekete sárga itt van, és majd mondom, hogy ezeknek milyen színjátéka van két génhelyen, az E meg az A génhelyen,
jönnek össze a tejfekete meg a sárga, hogy melyik lesz a három szín közül, és akkor a dupla V-ről már beszéltem, és a szürke lónak a génje pedig a G betűvel jelzett, ugye a angol gray szó alapján, ez az, ami még ezt meghatározza, és akkor többi génhely, amit itt sorban mondok, ugye itt van ez a szürke, meg a fehér, meg az EA alapgén, és akkor van egy C-vel, CH-val, D-vel, stb. Különféle betűkkel jelzett sorozat, amelyik befolyásolja azt, és létrehozza, mondjuk, hogy egy egyszerűt mondjak, ez a RN-nel jelzett, az a RON, az a utal a deres színre, és akkor a deres színnek a génje, ha az hatékony, és a nagy RN-nel jelzett, hát szín mutató, akkor ezeket mind befolyásolja. Ha ezek recesszív formában vannak, akkor ezek nem hatnak semmire. Tehát azóta, amióta több van már, mint a szürke, fekete, pej, sárga négyes sorozat, ami a angol telivérben ma is így van, és a többiek nem kapnak ott szerepet, mert amikor kezdték, akkor még csak ezek voltak, és újabbat abban nem engedtek bemenni. Úgyhogy tulajdonképpen ezeknek a módosító hatása hozza aztán létre ezeken a folyton meglevő kiinduló színeknek a formájában azután a többi színnek és furcsa jelenségnek a sorát. Na most akkor következik, ezt szeretném részletesen elmondani, mert ez fontos, hogy ez a három szín, a pejfekete sárga, ez hogyan és miképpen alakul a két génhely, az E-vel meg A-val jelzett két génhelynek a játékai alapján. Ugye mert az E mi a szerepe? Az E gén, az a domináns gén, a fekete pigmentet, azt termeli bőrben és sörzsökben. Az A ugyancsak domináns gén, az pedig visszatartja a fekete pigmentet a lábbégeken, sörényben, farokban, ettől lesz pealó abban az esetben, ha ez a két gén, ez a E és A, mind a kettő a domináns formájában szerepel. Itt, amit összes kombináció le van itt most vezetve, és ahol a nagy E meg nagy A szerepel, az mind te. Akkor mi a recesszív géneknek a hatása? Az A gén nem ha. Az A gén az azt jelenti, itt mutatom, az A gén, ahol szerepet kap, ott a recesszív gén lévén nincs hatása, hogy visszafogná a feketét, ezek után fekete lesz aló. És az E gén, amelyik recesszív gén és nem határoz semmit, akkor vörös pigment kerül a szőrbe, és a teljes testen érvényesül, és sárga lesz aló. Tehát valaki ezt úgy végig gondolja, ezt az egész játékot, ezzel az E-vel, A-val, kis E-vel, nagy A-val, gondolva azt, hogy domináns meg recesszív, az talán nem kell ebben a teremben magyarázni, meg idő sincs arra, hogy még ilyeneket is elmondja. Tehát ez tulajdonképpen meghatározza ezt a három alapot, és aztán az előbb bemutatott, itt fölül végigvezetett sok egyéb gén, amelyikhez képest, ott én 12-t soroltam fel, mert pont akkor annyi volt a divat, most ez a 12 van, aki csak 7 ilyen módosító génhelyet vesz figyelembe, de van, aki többet. Tehát van benne olyan, például a pezsgő színnek a génje, amelyik ezelőtt 3 évvel még nem volt, most már feltalálták azt is. Na most ezeken a táblázatokon lehet látni ennek az egész játéknak a további menetét. Tehát van egy pej, fekete, sárga színű ló, olyan alapon, mint amilyen alapon én az előbb bemutattam. Na most, ha ezekre a D helye, D locuson, a D gén helye, a nagy D mutatkozik, ez azt jelenti, hogy ebben az esetben akár homozigóta, akár heterozigóta formában van meg ez a gén a lóban, abban az esetben közönséges fakó, egérfakó, Izabella fakó, ez a pejfakó az a közönséges. Ez a lószín jelenteni. Akkor következnek itt ez a CR, amelyik ezt a igazán Cremello variánst eredményezi. Lehet azon vitatkozni, hogy ezt a Cremellót ezzel a háttérrel soroljuk a fakók közé, vagy pedig esetleg megkülönböztethető, mert azért más különbileg, mint a másik. Akkor ez a CH, ez a pezsgő, amit emlegettem, Champagne a neve. Ez egy nehezen leírható ilyen világos szint eredményez. Megint, hogyha ez recesszív formában, homozigóta formában, akkor hatástalan. Ez az E, ez megint itt a pejfekete sárga, az mindig megvan, és ez módosítja
ez a Silver Dublin, ezt be is fogom mutatni, hogy hogy néz ki, ahol a sörény a lábvéget színét befolyásolja, akkor következik ez a gyöngy színű, ez a pearlnek nevezett szín. Ezek mind ilyen kivilágosító hatást gyakorolnak, mint amilyen a Cremello is volt, nehezen a nomenklatúrába, elég nehezen beilleszthető színek a többi variációi során. Itt a táblázaton itt szerepel a szürke, és itt szerepel a fehér, amiről már beszéltem, úgyhogy erről nem akarok most mondani hirtelenjébe semmit. Lássunk akkor valamit. Na ez volna az a Silver Dawn. Ami kérdés, hogy milyen szint mondjunk rá, ugye ez tulajdonképpen pontos lefordított elnevezése szerint ezüst fakó lenne. De hogy ez a fakó színnek egy olyan változataképpen kerüljön a nomenklatúrába, hogy ez egy fakó, és nem részletezem tovább, el tudom képzelni, hogy ez megy. Vagy pedig nagyon valószínű ennek a hátterében a fekete géneknek a játéka, amit aztán olyan pontosan megállapítani elég nehéz. Ezen a többit látjuk, például ez a tóva jelzet, ez a tarkaságnak az egyik változatát mutatja, óval jelezve pedig a másik változatát, amelyik tarka színű. Maradjunk esetleg abban, hogy ez tarka színű, és abban az esetben, ha az alap pej, fekete vagy sárga, akkor pej, tarka, fekete tarka, vagy sárga tarka szín jön létre. Na most akkor ez hogy néz ki? Most ennek a különleges csodája az, hogy ennek két neve szokott szerepelni a angol nomenklatúrában, nevezetesen ez a Tobiano. Ez attól Tobiano, hogy a lábvégek fehérek, és a fehér szín átmegy a gerincvonalon. És az egésznek egy ilyen függőleges struktúrája van, mondjuk rá erre a színre, attól Tobiano. Na de menjünk egy kicsit tovább. Következő, amit már emlegetni kell, ez az óval jelzett, ez az overall-nak mondott tarka szín. Ez egy kicsit bonyolultabb, mint a másik, azért, mert ennek van egy letális változata is, tehát sokan úgy vélik, hogy homozigóta formában ez letális, vagy nagyon nyomorult kis csikókat eredményez. Na itt van most az overall. Ez elsősorban, az előtt függőleges, ennek vízszintes struktúrája van ennek a színnek, nem megy át a gerincen, a fej fehér, előbb nem volt fehér, lábak viszont sötétek. Ezen az alapon lehet megkülönböztetni. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó példa arra, amit nem szabad a nomenklatúra gyakorlásában átvenni. Amerikában mondják, de hogy most meg kelljen különböztetni, mert aztán a tarka színnek rengeteg változata van. És mi van akkor, hogyha az anyja overall, az apja pedig Tobiano, akkor milyen Toto, vagy minek lehet nevezni egy ilyen csikót, amelyik így született. Úgyhogy tulajdonképpen ezt semmiképpen sem tartom én jónak vagy elfogadhatónak. A többinek a hasonló hatása, például itt van a fejfekete sárga alapon a deres színnek a hatása, amelyik fejderes, vasderes, sárgaderes tud lenni, vagy fakó. Akkor a fejszínre, ez az LP-vel, hát az LP az a párdusságot jelenti, azért mert leopárd, az hasonlóképpen hat, de talán ezt annyira részletezni nem kell. Ezen a képen pedig, vagy ezen is még lehet látni néhány olyan valamit is, ami ritkaság. Ez a Sabiano szín, ez ugyancsak egy ilyen tarka változat, akkor szerepel olyan, hogy poligén, tehát ilyen többgénes hatása, a kormos szín, a füstös szín, ami lényegében olyan változatokat jelent, hogy fekete szőrök mutatkoznak bizonyos mértékig a pej, vagy akár még a sárga lónak a színében is, vagy ez a Lily effect, ez pedig az, amit én úgy mutattam be, hogy szattyán pej, hogy a hasa olyan világosabb volt összesen, ez pedig egy ilyen génhelynek tulajdonítják. Akkor a Radicano, annak pedig a farok tő fehér szőrzete érdemelte ki ezt a külön nevet. Akkor a Tostado, az pedig nem más, mint egy agyagsürke variáns, és akkor ezen kívül még ezek az atavisztikus jelek, mint a háci, válkereszt, zebracsíkok, fejen, jegyen, lábon mutatkozó, nem fehér, tehát a jegyeknek a táborában elkülönülő, de mégis talán jegyeknek mondható színformációk jönnek elő, amelyik hát érdekes és szép, és tulajdonképpen ezek viszont beleférnek a lóútlevélbe is, mert nem változnak.
most akkor ezt azért hoztam ezt a képet, hogy na akkor Tobiano meg Overo, akkor most el kell dönteni, hogy ez mi. Átmegy a gerincen vagy nem? Itt is van gerinc, de ez csak a sörény. Vagy hogy van ez az egész? Tehát annyi bonyodalmat hoz, aminek nincs értelme, hogy vesződjünk vele. Ez a Rabicano, amit ezen a képen mutatok, hát én nem tudom. Ez talán inkább, ha már okvetlen be kéne sorolni a Tobiano vagy a Overo táborba, ez talán inkább oda tartozna az elsőbe a kettő közül. Ez a Rabicano pedig azzal érdemelte ki a külön elnevezést, hogy itt tűzött a farottő. Ez pedig a tostado. Most, hogy ez, mint tostado, valamilyen speciális génhelyen megkülönböztetett módon a lóútlevélben legyen feltüntetve, mikor az összes többi ló, amelyik ugyanilyen színű, arra azt mondjuk, hogy ha nagyon pontosak akarunk lenni, azt mondjuk, hogy sárga. A szépség, vagy a változatosságnak a szépségét is akarjuk érzékeltetni, akkor pedig agyaksárga. És hogy ennek egy más nevet adjunk, mert itt-ott, amott más nyelven külön nevet adnak neki, ez csak bonyolítaná és rontaná azt, ami a tulajdonképpen lényeges az egészben. Ezt a képet azért mutatom, mert most voltak éppen itt van egy pár ló, amelyiknek, ha egy festőnek akarom elmagyarázni, akkor barna színe van. És hogyha ilyen barna színű lovakat akarok, hogy ez aztán sárga vagy tej, ja, az már minden máson múlik, az a szakember tudja, a festő meg nem. Na most akkor a kérdés az, hogy a kettőnek a festői színe, tehát az, hogy ez a sörénye meg a lába által, meg a farkának a feketesége által, ez pedig sárga, ez rendben van, de a festő az hogy tudja, vagy van-e különbség? Voltak éppen a sárgának meg a pejnek különféle árnyalatai között, abban a tekintetben, hogy festőileg milyen színű. Na, erre való a műszeres vizsgálat. Erre is volt már példa, egy ilyen hallgatói doktori disszertáció keretében műszeres használat is volt. Egy olyan műszer, amelyik a fehér és fekete között, a zöld és piros között, és a kék és a sárga közötti árnyalat skáláján mind a három színnek a hullámhosszát, azt képes a ló színével valamilyen módon színéből figyelembe venni. Nem könnyű dolog ennek az egésznek a lebonyolítása, hiszen a ló testén a szint különböző pontokon nem mindig egyforma. De valójában ezt meg lehet csinálni, és a Tóth Zsuzsa megcsinálta ezt a munkát, és egy kicsit örömömre kiderült az, hogy nem egy, hanem több lónak a adatait összevetve, a sárga szín a pejtől kapott némi különbözetet abban a tekintetben, hogy az ilyen sárga komponens az több, a több lett a sárga lóban, a pejtől inkább a feketéből és a zöldből tartalmazott valamivel többet. Tehát valami módon ezt a fizikai fény értékelés meg tudja különböztetni, de abban tökéletesen biztos kell legyünk, hogy ez sose fogja helyettesíteni a szubjektív megállapítást, hogy a ló pej, vagy pedig sárga. Mindenképpen így van. Úgyhogy ez nem okozhat, azt gondolom, problémát a továbbiakban. Úgyhogy a műszeres vizsgálat az kimutatta azt, hogy ez a ló sárga, ez pedig pej, ami nagyszerű eredmény, komoly pénzbe is kerül, nyilván műszer meg minden, egy olyan megállapítás, amit egy szemre minden szakértő azonnal meg tud tenni. Úgyhogy körülbelül ez az, amit én erről a témáról össze akartam foglalni, netán valaki valamit kérdezni akar, szünetbe vagy mostanak mind állok elébe. Ez egy ilyen újévi üdvözlő lapnak a képe, Szilvásváradi Csikó meg az anyja szerepelnek rajta. Úgy lehet hozzá mondani azt, hogy hát tulajdonképpen ez egy nagyon pessimista kép, mert ez a kis fekete csikó, ez volna az új évet szimbolizálandó, és ez azt jelenti, hogy ez tulajdonképpen valami rosszat
rosszat akar mutatni. Na de, erre lehet mondani, hogy igaz az, hogy ez a csikó fekete, na de a szakember tudja, hogy ki fog világosodni, és remélhetünk jobb jövőt. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Időbetonszak.